Május 23-ától Ukrajna migrációs szolgálatának hivatalaiban lehetővé vált a személyigazolvány és az útlevél egyidejű igénylése. Az eljárás kísérleti jellegű, ugyanakkor az ukránok időt és pénzt takaríthatnak meg ezáltal. Az okmányok egyidejű igénylése Kárpátalján az állami migrációs szolgálat irodáiban lehetséges. Ez egy rendkívül kényelmes eljárás, mivel nem szükséges több alkalommal eljönni a hivatalba. Először a személyi, majd az útlevél igénylése következik. Mindez egy alkalommal. Kinek jön jól az eljárás? Akik 14 évesen először igényelnek személyigazolványt, és még nem rendelkeznek útlevéllel, valamint azok számára, akik névcsere miatt kérnek új okmányokat. Ugyanez vonatkozik azokra, akiknek megrongálódott, elveszett vagy lejártak az okmányai. Az eljárás 1105 hrivnyába kerül, sürgős esetben pedig 1583 hrivnya az ára. Ugyanakkor emlékeztetnünk kell mindenkit arra, hogy hadi állapot van érvényben, ami változtat a határidőkön. De megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy megoldjuk a logisztikai problémákat. A két okmány egy időben történő igénylésével időt takarít meg a kérelmező. A migrációs szolgálat hozzátette, hogy a személyigazolvány a 14 éves polgárok számára ingyenes. Nekik csak az útlevél elkészítéséért kell fizetniük. Az eljárás még csak két napja van érvényben, ennek ellenére már sokan éltek vele. Többek között azok a katonák, akik Ukrajna védelme során veszítették el okmányaikat.